Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit vidám farsangi délutánunkon. Jó néhányan örömmel vártuk a farsang idejét, s különösen ezt a mai délutánt. Bár vannak, akik sajnos betegség miatt nem tudják előadni a kis jelenetüket, amivel készültek, reméljük, hogy ezzel a vidám délutánnal az öröm óráit lopjuk vendégeink, lakóink és dolgozóink szívébe. S biztatásul hadd idézzem a Prédikátor könyvének 3. fejezetéből ide szánt részt, biztatva mindenkit a vidámságra, s óvva mindenkit attól, hogy a jelmezeket, jeleneteket bármilyen módon bántásnak vegye. Hiszen ez az alkalom nem a télűzésről, vagy más babonaságról szól, hanem a felszabadult vidámságról. Így hangzik ez a rész. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak, ideje az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen ki, és hogy maga javát cselekedje az ő életében. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk jó szórakozást mindenkinek. Érezzék jól magukat a mai délutánon, és most fogadják szeretettel Elek Andrásné Anci nénit. Buncidait, pincebál, hencidait, cinci döncit, táncot robni, boncidára. Buncidai, fincinci, meghívta a pincebálba. Felpesdült a dönci vére, táncra perdült táncos lába. Frissen, fürgén, gyalogszerrel, el is indult boncidára. Félre innen, félre, félre, cincogott egy hős cincére, aki szintén boncidára, cammogott a pincebálba. Egészen jó hátasló ez, csak úgy látom, szörnyen lusta. Nem folytatta, mert a cincér a bajsza órát csiklandozta. Dönci, hapci, hapci, hopp! Üsszentett egy jó nagyot. Megijedt a cincér paci, nagyot ugrott, s utcu neki, illaberek, náda erek. Erre várt a dönci gyerek, felpattant a cincérlóra, s nem is szállt le addig róla, amíg cincér paripája be nem futott boncidára. Boncidán a pincebárban már javában ment a móka. Folyt az egér helye húja, cincogott az egérnóta. A zenekar egész éjjel macskacsúfolókat játszott, s ő cifrázta az inciével reggelig a pincetáncot. Jó mulatást kívánok! Köszönjük szépen! Nyugodtan. Most pedig fogadják nagy szeretettel a jelmezbe bújt, rejtélyes lakóinkat, dolgozóinkat. Először a lakóink
közül hívom és várom azokat, akik beöltöztek jelmezbe. Egyetlen feladata lesz a kedves közönségnek, próbálják meg kitalálni, hogy mi is lehet ez a jelmez. Van-e még esetleg valakinek tippje? Nézzenek gyorsan szét, hogy ki hiányzik. Akkor szabad a gazda, és ezek szerint nagyon jól sikerült ez a jelmez. Juhászné Vastróta. Nagy tapsot! Köszönjük szépen, foglalj helyet! A következő jelmez, mondtam az előbb, hogy egy kicsit terebélyesre sikeredett. Tetszettek hallani, mert újból meghallgathatjuk. Még ide középre. Csicsónénak három lánya, háromnak van egy szoknyája. Csicsóné, galambom, de rádéli kacsókom. Akkor most már meg is van a megfejtés, Csicsóné látható a jelmezben. Kitalálják-e a kedves lakók, hogy mely lakótársak rejtőzködnek itt a jelmez alatt? És most következzenek, kedves kollégáim. A feladat itt is hasonló az előzőekhez. Ki kellene találni, hogy milyen jelmez, és akár azt is, hogy ki rejtőzik alatta. Egy kis tapsal megbiztathatjuk őket szerintem. Szóval szeretném megkérdezni, hogy tetszenek-e tudni, hogy mi ez a jelmez? És kit rejthet vajon? Nagy tapsot kérünk neki. Következő jelmez. Hó, ember bizony. Nagyon tetszerek ismerni a kollégákat. Következő jelmez nem lesz egyszerű. Esetleg, aki el tudja olvasni a feliratot. Majdnem sörreklám. Lehet ez is. És vajon kit rejthet a jelmez? Vajon ki mi ez a jelmez? És mi ez a jelmez? Rá van írva, hogy a pöttyös az igazi. Túró Rudi, bizony. És kit rejthet? Igen. Köszönjük szépen. Húha. De talán
Segítség az lesz, hogyha körbefordul, kedves. Szóval így már. Igen, igen. Hogy hívták őt? Így bizony, Quasimodo. És kit rejthet vajon ez a jelmez? Na, van-e ötletük? Szabad a gazda. Nincs ötlet? Teljesen mindegy, hogy mozog vagy nem mozog, akkor sem gazda. Juditkánk. Köszönjük szépen, nagyon ötletes, nagyon jó volt. Következő jelmezesünk. Igen, és kit rejthet a jelmez? Már is volt, aki tudta. Kapásból Andikát. Rejti a jelmez, nagy tapsot neki is. Következő jelmez. Igen, szaloncukor, és kit rejthet a jelmez? Igen, igen. Köszönjük szépen mindazoknak, akik vállalták, hogy beöltöznek valamilyen jelmezbe. Igen, és a jelmezesek kapnak is egy pici meglepetést, bátorságukért cserébe egy kis apróságot. Arra kérem a kedves jelmezes kollégákat, hogy itt két kört legyenek szívesek és menjenek, és még hogyha nem öltözött vissza a kéményseprünk, de lehet, hogy ő már gyorsan el is ment, hiszen ilyenkor sok kémény várja, akkor legyenek szívesek körbe menni, amint megszólal a zene. Szól a nóta, messze száll, áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkobál, áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkobál. Bál, bál, maszkobál, tarka, barka, sapka, sál, válna, szörp és szalva száll, áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkobál, áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkobál. Maszkabál, Julcsi, Panka, Pista, Pál, karja, lába, táncra áll. Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál. Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál. Sapka sál, málna szörp és szalva szál, Lulcsi, Panka, Pista, Pál, karja, lába, táncra áll. Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál, áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál. A kollégák szeretnék megköszönni kedves munkatársunknak, aki rengeteget dolgozott a jelmezekkel, hiszen tetszenek tudni, hogy munka mellett nem olyan egyszerű ez, és ő pedig az ötleteivel, a kis kézügyességével rengeteget segített, és ezt köszönik szépen a munkatársai, köszönöm és szépen. Mi is. Köszönöm szépen.
A meglepetésekhez hozzátartozik egy olyan is, hogy én úgy jártam, mint ahogy az asszonyok általában, várom az uramat, de még nem jött. Úgyhogy majd, hogyha jön, akkor előadjuk a kis jelenetünket, amivel szerepeltünk, vagyis amivel készültünk. Addig pedig még egy másik meglepetést is szeretnék elmondani. Tehát biztosan kitetszettek találni ezt a gyönyörű munkát Varga Kálmáni Ibolyától kaptuk, a Mezőtúri Foltvarrókör vezetőjétől. Ő ajánlotta föl ajándékba, úgyhogy ennek is találni fogunk egy megfelelő helyet itt az otthonban, és gyönyörködhetünk benne nap mint nap, reménység szerint. Köszönjük neki ezúton is. A következő kedves dologgal pedig, ami drága konyhai dolgozóink készültek, de mi is szeretnénk őket meglepni valamivel, ugye az énekünkkel, amit többen tudnak, és amit gyakoroltunk is, reméljük, hogy sikerül elénekelni. A vendégeinket pedig meg szeretnénk kérni nagy szeretettel arra, hogy kapcsolódjanak be közénk, hogyha ismerik ezt az éneket. Éhes vagyok, bűvörög a gyomrom, de szeretnék enni. Nem lehetek én kukta, mert ide figyelj kató, nem igen bízható, kecskére káposzta. Köszönjük szépen egy nagy tapssal a fánkot, a fáradozást, és a sok-sok finomságot nem csak farsangkor, hanem farsangon kívüli napokban is. Fogadják szeretettel a fánkot, a kínálást, és kínálás után remélhetőleg újabb meglepetésekkel fog folytatódni ez a mai délután. Áron, hol van már megint? Hát gyűjjön már, azt egyen! Gyűjjön, Áron, egyen! Amit köpöltél, nem kell megönni! Egyen, lásson neki! Köszönöm szépen! Aj, hát nem annyira finom! Látod azt a nyaszt a nagy fenyőfát ott a hegy tetején? Aztat ott a Hargitán? Igen. Látom, Biza. Aztán? Én a nyáron 2 perc alatt felmásztam a tetejére. 2 perc alatt a tetejére. Aztán van erre tanú, vagy csak úgy mondja? Van ám, 3 is. 3? Azt melyik az a 3? Hát az anya medve, meg a 2 bocs. Áron. Ma megint egyek. Állandóan a te főztödet. Nagy osztember. Hallja ekend. A Riska nekem ma reggel nem adott tejet, csak egy fél sajkával. Azt mondják a faluba, hogy maga minden nap 20 liter tud kifejni belőle. Úgy van, az igazat mondtak. Aztán árulja már el nekem, Kent, hogy hogyan tudja ezt elérni, hogy 20 liter tejet adjon az Ariska. Hát az sára, minden csak a kedvességem múlik. Ne mondja már nekem, hogy minden reggel azzal kezdi, hogy megcirógatja Ariskát. Nem, oda megyek, azt minden reggel a fülébe sugom, hogy mi lesz a vacsora, tej vagy marhasült. Egyen már, Kent, egyen. De asszony, nem jó ez. Elég savanyú ez a káposzta.
De Áron, ez mákos tészta. No, annak meg elég savanyú. Mondja, Kent, aztán hány birkája van Kennek? Nem tudom én a sára. Hát de hát hogy nem tudja? Az úgy van, hogy elkezdem számlálni, de mindig elalszok, mire a végére jutok. Áron, maga lóért ment a vásárba, azt mégis gyalog jut haza? Nem akadt egy jó ló. Egyik már majdnem megtöccött volna, de azt mondta a gazdája, hogy ez olyan ló, hogy egy irányba 10 kilométer fut. Azt ez miért nem volt jó magának? Hát, ide figyeljen, Sári, nem az a vásár 6 kilométerre van, most majd mindig onnan gyalogoljak vissza 4 kilométert. Áron, aztán szeret maga engem? Hát sose mondja. Asszony, amit én egyszer megmondok, amit megmondok, hát az változás lesz, akkor majd szólok. Aztán Áron, elvinne engem valami igen drága helyre végre? Elé, no hát már ilyen jó vacsorát adtál nekem. Aztán hova vinne el Kent? Mondjuk Prágába, Spanyolországra? No hát, ha készen van, akkor mehetünk is. Hát akkor menjünk. Hát jó, hogy menjünk. Induljunk Sára a benzinkútra. Mindenki készítse elő a tombola szervényeit, mert a tombola húzás fog következni, remélhetőleg sokan sok nyeremény fognak hazavinni. Itt a farsang áll a bál, keringőzik a kanál, csárdás jár a haperő, bokázik a mák körül, dirreg durrog a mozsár, táncosra vár a kosár, a kávészem ink neki, míg az őrlő pergeti. Helye újabb pigalom, habosfánkba jutalom, mákos patkó bab kávé, értünk van a parádé. Most jön a kakas, a fiúkat megkérném, hogy tessenek erre is mutatni. Jaj, de szép! Sima, piros, 33-as. Sima, piros, 33-as. Csatori, kocskoda, golyásból lesz a csoda. Kacsari, cipra, tollas, kapirgáló egyedek. Nem repültök, mint a szép sas, mert tele a vegyetek. Kockodács, kockodács, egy kis jó árulkodás. Jó lesik ám az után. Értem, visz neki sok volt. Kenszer van, gréma senkit meg nem bánhat, néhány dolgot helyre rak. A kávészem int neki, míg az őrlök pergeti. Helye ujjam, pigalom, habosfánkba jutalom. Mákos patkóbab kávé, értük van a parádé. Helye ujjam, pigalom, habosfánkba jutalom. Mákos patkóbab kávé, értük van a parádé.